Nem szoktam modpackeket használni, mert talán szokott lenni olyasmikkel, amik nekem nem kellnek. Ja. Például, csak most itt kérdezi valaki, vagy mondja valaki, hogy ezt meg ezt a modpackot használjam. De például van az a cucc, hogy hatodik érzék mellett még szőke női hang is mondja, hogy észrevettek, és én azt nem tudom, hogy szőke, csak a hangját hallom. Lehet, hogy hazudik. Vigyél van a fiú. Légy szíve. Az biztos, hogy szőke, de szerintem festi magát amúgy. És akkor az érvénye? Az ér? Nem tudom, a S betűt olyan vörösesen mondja. Ja. Szerintem vörös a csaj, de festi magát az ér szőke. Hidrogén szőke. Szempill, vagy a pup, a mi a franc már, szemöldöke, az meg ilyen... Szia, Ratat! Ilyen flip-flop festésű, mindenféle szín, ahogy forogsz előtte, úgy változik. Max-max-al meg a kosznia le van kem, le van polírozva. Hol a meghívó? Jaj, már fenn vagy. Ha. Ha. Itt van 25-20%-os paradicsom vagyok. Mert átlagban én a T-54-jel játszom. Nincsen ágyúja. Rakási retek az egész. Klanu. De hogyan lehet ez komolyan gondolni, hogy tier 92% átütéssel játszál? Meg ott van még az a 3-20 sebzés, meg a töltésidő, nem tudom, ez akkor lenne kompenzálat, hogy a 2 másodpercenként töltenék körülbelül. 3-20 sebzés? Miről beszélünk? A ja, 2, bocs, 240. 297-ről? Igen, 3-20. 3-20, ami valójában inkább ilyen 260. Dorotti meg csoda országba. Tehát a Jak Panther 2 az kigyógyult abból, hogy nem volt hajlandó 490 fölött sebezni soha. Örültem, hogyha 440-et hozott. De a T-54 nem gyógyul ki abból, hogy 280 az átlag. Na menjünk az erdőbe, mi? Hát... Jövünk az erdőbe, fát vágnak? Igen. 4 köbit kitermelünk, vagy még egy párat így morzsának mellé megpakoljuk ifát, azt megyünk. Eladjuk. Rúgásnak. Ja. De én nem rakom sarangba, én csak ilyen bogjákat rakok, vissza vagyok sarangozni. A rohadék kis ágyúval volt. Kicsoda? T-30. Ja, gyorsan töltött? Picit. Egyébként ez is lehetne, hogy dinamikus nevei lennének a tankoknak magyarul. Jelölni a nevükben a felszerelését. Milyen ágyú van rajta, meg ilyesmi. Mi a konfigurációja, érted? Ha az egy történelmi konfig volt az a tankon, vagy koncepció. Vagy valami. Kicsit interaktívabb lenne a játék. Kis fázis késésed, de megsemmisított a T-34. Ez az! Na. Az anyád. Komolyan mondod, hogy goldozni fogsz. Közben befoglaltak sajnos. Centurin-gyót nem érdekelte az, hogy elfoglalták a bázisunkat? Mit csináltak ezek itt? Mi? T-1-hevű mit keresi? Most nézem. Van egy T-1-hevünk! Mi ez? Mi van? Hát a Centurin! Valóta, és nem ő a legutolsó a listán. Többet sebzett, mint a végül is ő. Mi a... Most ez miért? Hát ne. Ez... Következő vereség jövet? Tiért Harry, mit keres Tiért Kületbe? Visszatértünk. Nem lehet nyerni. De jó volt, hogy egész héten tudtam nyugodtan aludni, nem volt semmi gyomor ide. Hány tankunk át a bázis körül? 6-7? Az összes. Nem az összes, hát te is benne vagy az összes. Hopp, az az ilyes nyomot. Igen. Most, hogy van XCM, bírálhatom az embereket. Igen. Az róla mindent alapján. Ez olyan ismerős. Tessék? Tehetség szót róla, mint tásztál. Mit akarsz ebben a játékban 2000 csatával lehet ilyen 10-es tankot, nulla tudás mellett? 44% winrate-t? Hogy igen. Ne? Mondom. Ez az a játék. Nekem is volt 2000, 1900 valahány csatánál volt ilyes hetem. Azt se tudtam, hogy melyik a tank eleje meg a végén. Heavy balance, Zoli. Igen, bevi halansz. Menjünk, fürödjünk. Mi? Berohanunk a Westingbe.
Úgy csinálok, mint Juli néni a havazásba. Kirak söprővel, olyan gyorsan lesöpröm ellenséget, mint az állat. Húha! A gyerek mit csinál? Kicsoda? Reported. MT-25. Á, T-44. T-44-re gondolsz? Nem, MT-25, megfulladok. Az is? T-44 is megy utána. Born to be wild. Teljesen felesleges kredit pazarlás, amit művelek. Nem nagyon érdek. Még több teljesen felesleges kredit pazarlás, megjött a WZ 111. Figyeld, hogy jön a titán. Lepattantam az oldaláról a titánnak. Jövök. Kovatnak még próbálkozik. Előttem a földbe. Az egy érdek. Késik a lövésem rendesen, érted? Most is egy, majd egy másodperc, hogy odaért. Körülbelül. De a tank is hirtelen ugrik egyik pontról a másikra. Wow, a remek estét választottunk a livestream, az komolyan. Nyipavrio. Meglepném azt a forst, de... Ja, többen kellünk hozzá, hogy megnyúzzuk a nagy krokodilust. Várjál, Lori 40T, mindjárt rám táraz? Ne. Oh, de jó! Fasz a gyerek vagy. Ott, mint a... Ja, megint eltaláltam, csak nem hitbox többé a tetején. Olyan, mint a T29, az jó. Ez nagyon jó. Köszönöm. Arta? Arta. Az a 600 HP pont nem fog nekem hiányozni. Nagyon, lagból nagyon játék. Hihetetlen. Borzasztó így játszani. Ez mi? Jó, igen, 201 penetration, az pont elég. Jó, azokon se értem hozzá. Tiger 2 láncó, jó. Na, az szerencsés volt. Mondjuk azt sem, hogy menet közben eltalál engem, miközben én is menet közben vagyok. Én meg nem találtam előtt. Tiger 2 pontosabb a T-54-nél. 19-ben tudja, hogy itt könnyű hús van, található. Hogy jön rám. Töltött. Megint késik a lövésem, szóval nem találtam el sajnos. Tankolom. Nem téged céloztalak, de most nem, dobálj össze-vissza a lőszert a játék. Én pattantam a 13. Mint a ilyen párhuzamos dimenziókkal dolgozna, hogy a lehetséges végkimenetleg, hogy hova kerültet volna még az a lőszert. A KV-4 arannyal lő, óvatosan. KV-4 célhoz vigyázz. Nem rám is fel is tudta magát, csak ugye késik a lövésem meg minden. Mint Ausztráliában játszanék olyan. Köbe. Az jó hely, biztos. Én azt várom, hogy mikor kolonizáljuk a Marsot, akkor majd játszik a marsi gyerek a földiekkel, és lesz egy ilyen... Nem tudom, jó pár perces késés. 8 perc kávé. Jó kis meglátás egy annak, ez biztos. Aranyon az M103 oldaláról pattanok. M103 direkt nem jött ki elém, véletlenül is sebezzek bele egy picit se. A KV4 meg... Úgy van! Oké, azt hogy nem sebzem. KV4-et le akarom lopni. Én is. De nézd meg, hogy én hol tartok. És kell a prémium? Prémium? Igen. Ja, hát, na, jaj, Top Gun-nál vagy. Akkor bocs. Ahhoz, hogy mi az... Be kéne áldoznom magam hozzá. Na, most már szedd össze azt a rohadt Top Gun-t, Zoli. Én meghaltam érte. Egy HP-ról kinyírtad. Köszi. Kár, hogy nálad nem volt késésben a lövés. Feláldoztad magad az ügyért, oké. A KV-13 ugye nem jut át engem. De? Remélem. Látom? Csak aranyjal.
144 pennye van. Aranyal meg 180 valamennyi. Baron ilyenkor szokta kilőni a másikat, na? Nem fog az történni. Ember meghaltam. Én meg nem vagyok kardon. Nehezd, most jó volt, hogy feláldoztad magad. 2015 a nyertes. Miért? Mit csinált 2015? Mindenki nyertes. Én kérek elnézést. Figyeld a küldetés elnevezéseket nézd. De figyelj, és most is van ilyen sebzéses izé? Mi a franc ma? Elvileg, hogyha csinálja a Skyline, akkor van. És nyertél, tudom. Kire fogadott? Nem én nyertem, hanem az, aki fogadott. Húha, elment a szakadott. Csak egy hányan fogadta. Nem tudom. Látod, gap. Mi lenne, ha? Ja, hogy ez 221 ezer kreditbe kerül. Az jó. Ez nagyon jó. Plusz pen. Lassabb töltés. Akarok én ilyet. Ha? Vigyázz. Mit vagyok? Vettem egy D24-et, nem mondod meg, hogy mit akarok. Ah, tenébe. Nem lesz pénzem bőszerre szerintem. Igen, srácok, jelenleg egy olyan bajom van. Eddig ugye korábban az volt, hogy a görgüm változtatta azt, hogy mit csinál éppen. Tehát, hogy így felfele görgettem, akkor ugye ezeket mondja lefele görgetni. Jelenleg a balegér gombomnak van olyan problémája, hogy 50% esélye van kb. Hogy kétszer kattint egy helyet. Mert én egyszer kattintok, de kettőnek érzékeli. Akkor kattints PS-szer. Viszlát pénzem. Nézzük meg ezt az ágyút. Clicker Hater, tetszik a neved. Szimpatikus. Ah. Azt meg kell érezni, hogy ez az ágyú picit komolyabban néz ki, mint az előző. De várj, milyen ágyú, várjál? D54-en? Pontosan. Melyiket használod? Most tettem rá a D54-et. Akkor szedd le, szedd vissza az előzőt. Nem játszunk ilyet, kipróbálom ezt. Hidd-e. Meglátjuk, oké? Okay? El fogod adni. Már elköltöttem rá 221 ezeret meg a lőszert. Jézus Mária, hát miért nem kérdeztél meg? De már egyszer beszéltük ezt, hogy te utáltad. Van, akinek meg ez jön be. Mindjárt meglátjuk, hogy nekem. Nem, az konkrétan egy retek. Azon nincs mit utálni. Pontatlan, mint a Disney. Tehát Epic Platónék, a független Epic, meg a két erős a mi narancssárgánk helyére. Ja, figyelj, nem vettél? Végigfényképeztem amúgy. Nem volt fura eddig, hogy akárhány csatába mentünk, mindig volt az ellenségnél egy olyan Platón, akitől mi rettegtünk. És most is legalább izével... Én nem félek senkitől. Nagyobb kockák. Játékon belül? De én leszorom, hogy milyen nefiam, ha találkozunk, akkor legfeljebb meg ez, de nem fogok félni, nem fogom elkerülni szánt szándékkal. Ha találkozunk, akkor találkozunk. Az a baj, hogy aki 2000 fölött van, ő már annyira, hogy mondják, ez féti a startját, meg remeg a keze lába, meg tisztideg beteg, hogy egy millimétert is lemegy. Csak és kizárólag notóriusan aranyat használ. Ez tiszta vagyok. Tömmel gusztus. De a T54-emet anélkül is beütik. Látod rajta, hogy egy töketlen gyerek, és aranya széjjel vág. Ezt nagyon utálom ebben a játékban. A stockpoton? Stop. Ó, ilyenkor még mi az? Fel a HP elosztás, aztán valamiért több lesz neki, mint a strapabíró, egyáltalán nem könnyen kopó szovjet társának. Mi legyen, feláldozzam magam halál után? Hát, szerintem. Olyan. Szerintem szarja bele, ők is feljönnek ide. Okay. Mindenki feljön ide, az Art is feljön ide. Jön tédézni. Nézd, már meg is halt a tüzérünk. Na, a Lorraine aranyjal lő, annyi bizonyos. Ja, mert ő a Toxic Lila. Hát mert ő a 2000 fölött, erről beszéltem. Mennyi komet nyert be a sebzést? Kutulj előttem. Nem baj, én játszok a velem egyszintűekkel, tehát egy ilyest fogok most tépkedni. Viszont valamiért harrébb csúszott a zegerem. Ez érdekes volt. Hát nem egy Razer Egér, vagy milyenek vannak, valami márkás. Ezt pont úgy csavartam, hogy eltalálja az F-társat. Data DPM, hol megy a komet? Ja, majdnem követtem a kometet, hogy akkor most harcolunk, aztán rájöttem, hogy ő egy komet, 100 F-ivel. Én az egeremet még 2005-ben vettem. Ez kb. Egy hónapos. De már eddig kettő betegsége is volt. Láncoltam a patont, vagy patont. Patonnal öld meg, légy szíves, azt a kérem patont.
Abban a pillanatban kijön, amoreket kapok, leláncol, és nem tudok válaszlövést csinálni, úgyhogy a nyomorút arannyal lő, és teljesen az oldalával kijön. Erről beszéltem. Ez a nyomorú ilyes. Az ilyes. Nehogy már E50-et létszőes, menjetek át dózolójátok. Oké, gyere. Most vagy nyomultuk, vagy nem, mert nagyon el fogjuk bukni ezt a csatát. Értem én, hogy villanymotor. Az E50 amúgy is előtte magát. Na, ezzel beviszem az alsó nözőt. Ó, basszus, bocs. Jaj, ez te voltál. Bementi a lövés elé. Áh. Vissza. Vissza a bázisra, mert már tudom. Eddig szimpatikus nekem ez az ágyú, Zoli. Igen? Aha, közelharcra ez az ágyú van. Mint ágyú. Milyen, nem megyünk rá, vagy mi? De én megyek, csak le vagyok maradva. Ez így jó lesz, rá kellett volna menni. Ő arannyal lő. És van neki oldalpáncélja. Üreges. Hát... ennyi. IS-8. Az IS-8 is arannyal lő. Nem kaptam normál lőszert. Ja, de egyet kaptam. Nem vagy vele egyedül. Az is én voltam, nem? Az a Toxic, meg a Vizna, azok mind a kettő, mind ahányan voltak aranyja. Nem baj, elvesztették a meccset, pedig nem is volt a Halál utcán tankunk, azért az elég lenyűgöző. Tiszta lelkiismerete lenne az embernek, hogyha megpróbálnám egy sima lőszerrel játszani. Legalább, hát, hogyha én tudom azt, hogy mi az 3-as szintű kis szar vagyok 5-ös szintű csatában, akkor is legalább az első lövésem normál, mert ki tudja, lehet, hogy pont egy 3-assal találkozom. De ezek top tier tankként egyből hozzányúlnak az aranylőszerben, semmi sem elég nekik. Igen. Ok nélkül, tehát akkor átütésük van, hogy még a szomszéd faluba is leszakad a templom teteje, de akkor is arannyal nyomjuk. Szimpatikus ez a top kis tank. Tudod, van egy futó dolog az aranyakban, Zelszázzal. Hoppá, surprise, Daveron. Daveron osztja az észt. Van még egy Jackpanther, meg a GV. Tökölt nekünk az első halottunk volt a tüzér, az ennesére még megvan és van egy kia is. Figyert tényleg legalább biztos érdezi ezt a csatát. Igen. Okkal dobta be ide. Alapanyagnak. valamiből kell XP-t meg kreditet szerezni. Belőle ezt a ketchup. Ó, ez egy nagyon jó szám. Ez még simán bukható kör. Úgy amórekkel téged a Jappanter 2 minősít. Tigerpő meg a T69, meg most meg kivégeztetni saját nőle. Hol vannak az ellenségek? Ott egy ellenség. Szép lövés volt. Oké, ez egy intelligens Jappanter 2. Hallod, 11 másodperc még tölt. Vagy 10. Vigyázz, mert a GVS-100... Mi a fene? Az hol lőtt ki? Az hogyan? Várjál, nem is rombolt le vasúti kocsit? Átlőtt a vasúti kocsit között? Elvesztettük a meccset. A talkjáték. A support jármű, ami nem való arra, hogy lehozzon meccseket, csak nyomást gyakoroljon a kemperekre, megnyerte a meccset. Vagy nem. Na, nem nyerte meg a meccset, de közel állt hozzá. Nem, Tigris P lehoz. A Tigris P, persze. Jön. Azért, látod, de ő nem alapanyagnak jött, ő most már egyből meg is van neki a VK. Igen, tankjáték. Játszunk még ilyet. Tetszik.